Ismertek valamilyen hiedelmeket vagy babonákat, akár a gyerekkorotokból, vagy így mostanában? Nem szabad megköszönni a gyógyszert, mert akkor nem használ. Ezt mindig megkapom még most is, ha megköszönök valamit, hogy most miért mondtad, most már nem fog használni, de mondjuk nálunk ez megy főleg a családban. Nekem ami elsősorban rémlik az, hogy vágószerszámot nem kapunk ajándékba, azért mindig fizetni kell. Sokan azt mondják, hogy ha a fekete macska átmegy az úton, ugye attól függ melyik oldalról melyikre, hogy vagy szerencsét, vagy bal szerencsét hoz. Fekete macska. Ha a fekete macska átmegy előttünk, akkor rögtön megijedünk, hogy nem lesz szerencsénk azon a napon. No, meg lekopogjuk, hogyha nem szeretnénk, hogy valami rossz dolog történjen. Lusza napja előtt elkészítik ezt a széket, nem is tudom, ötféle fából talán, és hogyha a templomba fölár rá a legény, aki készítette, akkor meglátja a boszorkányt, vagy nem tudom én, valami hasonló. Előre nem mondok el dolgokat, ami nem válik valóra, mert akkor nem válik valóra. Péntek 13. Hát ez, szerintem, ami létezik a világon, most példát nem is tudok mondani, de én mindenbe hiszek. Mindig is babonás voltál? Igen. Ez ilyen családi öröklődés? Nem, hiszem. A hotelekben ugye ez a 13-as szoba az nincs. Én dolgoztam hotelben, és nálunk se volt. Raktárnak használtuk, azt nem adhattuk így vendégeknek. Medve kibújik mondjuk így tavasszal, ez az egyik legismertebb, akkor nem tudom én, ha visszamegy, akkor még hosszú lesz a tél, ha kémarad, akkor meg jön a tavasz, de rengeteg van ezen kívül persze. De. Nagy lányom olyan, aki ezekben jobban hisz, én ezekkel nem foglalkoztam. Volt is fekete macskánk, és nem volt baj, ha összetört a tükör. És a lányodnak mi az ilyen, amit tudsz, ilyen berögződése? Hát a tükörrel kapcsolatban igen, ő miatt aggódott, hogyha a tükör összetört, és már nem tudom, hogy mit csinált ilyenkor, de volt valamilyen fajta, vagy a verziója miatt.